Lukasfilm, meg az LSD. Kurvára régen, kurvára messzire innen. Star Wars. Igen, special edition. Sötét erők, Dark Forces. A birodalom újrendje kiterjeszti gonosz karmait a galaxis felett, bolygókat emésztve elpusztító eredménnyel. A felkelők szövetsége sok küzdelem árán tudomást szerzett egy új birodalmi harcállomásról, a halálcsillagról, melynek egy egész bolygó megsemmisítéséhez is elegendő ereje van. Mivel képtelenek megszerezni a halálos űrállomás terveit, a felkelők Kyle Katarn képességeit veszik igénybe, a legtöbbek által zsoldosként ismert Katarn kétes alak, aki részleges szövetségben áll a felkelőkkel, mármint a lázadókkal. Csupán egy sugárvetővel és a pirodalmi módszerek beható ismeretével felfegyverkezve Katarn arra készül, hogy beszivárogjon a pirodalmi bázisra, melyben a terveket tartják. És én Tamás táblista. Hello mindenkinek, jól láthatjátok, végre megérkezett a Dark Forces Remastered változata, szintúgy a Night Dive-osok készítették el, és igen, lehetett látni, hogy a játékot teljesen átgondolták, az átvezetők teljesen már 3D-sen vannak megcsinálva, igen, lehetett látni, hogy nem az ilyen pici FMV-s alakításban van, hanem konkrétan majdnem ugyanolyan újítást kaptunk, mint amilyet a Quake 2-ben is csináltak. És akkor szépen most megnézzük az elejét egy picit, hogy hogyan nyúltak hozzá. Igen, teljesen új főmenüt kaptunk, és igen, ugyanolyan a betöltő képernyő, a remastered-ös betöltő képernyő, mert ugyanazt a engine-t használták föl, meg ugyanazt a motort, meg a menürendszert, amit a izében is látunk, a Power Slave-ben. És akkor igen, itt van. Itt most sajnos nincs magyar nyelv, mint a Tomb Raider esetében, ott csináltak pluszban magyar nyelvet a trilógia remasteredhöz. Viszont itt ugye most teljesen full menüt kaptunk, és nem az van, hogy hogy először kell csinálnod egy profilt, és akkor úgy az alapján tudsz tovább haladni, mert már alapból ibbent vagyis meg lehet csinálni. Ugye ez a kilépés, achievementek, de ugyanolyan achievement rendszer van, mint amit a Quake 1-ben, meg a Quake 2-ben is lehetett látni. A Vault, ez az a kamra néven, itt egy csomó, hogy mondjam, konceptrajzokat, meg fejlesztési naplót, dokumentumokat lehet elolvasni, amit a Night Dive-osok készítettek el, meg hát, hogy mit szűrtek ki az előző készítőktől, ugye a LucasArts-osoktól. Playable the Avenger. Igen, az Avenger nevű pálya, az egy játszható prototípusa volt az első pályának, ami a Dark Forces-ben volt, hogy az első rész, a Dark Forces első pályája az, amikor begyűjti Kyle a halálcsillagnak a tervrajzát. Na, viszont ezt átcserélték egy másikra, ami egy csillagrombolónak a fedélzetén játszódott, és ezt a CES, a Fogyasztók Elektronikus Show-ján mutatták be, és egy úgymond egy prototípus demo verziót mutattak, és akkor ezen lehetett játszani, de végül is ezt kivágták ezt a játékból. Akkor itt a fejlesztés során, hogy miket használtak, mivel foglalkoztak, 3D stúdióval, ASCII-jal csinálták meg mondjuk például az átvezetőket, akkor Deluxe Paint-tel ugye a 2D-s animációkat, ugye az ellenfeleket hogyan alakították újra,
Kyle-nak a címere. Akkor koncepciórajzok az előző menükből, ugye a agent menü, az ünnök menü, ugye ez az az, ahol a profiladat elkészíted, és akkor máshogy néz ki. Az, amit ott látsz, az igazából tök úgy néz, így nézett ki, ugye az eredeti verzióban. Ez meg a korai eligazítási képernyőn, tehát így nézett ki, amikor kapod a küldetéseket, de végül is nem egy képernyőn kaptad, hanem egy full az arcodba toltad. Akkor volt egy PDA, amíg először így nézett ki. Akkor a HUD-ot is cserélgették megállás nélkül, mi végül ezt a véglegeset kaptuk. Aztán konkrétan a gránokat úgy készítették el, hogy konkrétan ilyen stop motionből, így figurából digitalizálták a sprite-ját. Akkor a különböző ágyukról ilyen korai koncepciók, paletták, tehát mindent lehet olvasgatni, meg nézegetni. Ugye a Kyle-nak egy ilyen először is zsiványos alakja, aztán ez lett végül az alap, ugye a Jen önnek a képe ugye a töltőképernyő alatt, Mok tábornok, akkor itt vannak a Dark Trooperek, a Kell sárkány ugye Jabba-nak a kedvencei, illetve a Briar pisztoly, ami ugye a trademark Katarn sugárvető. Akkor hogyan csinálták meg a rotoszkópos animációkat? Hogy csinálták azt, amikor a digitalizált képregényszerű átvezetőket, amik a hasonlók, mint ami a Monkey Island-ben volt, azt így újra digitalizálták, és akkor megmutatták, hogy egy ilyen kis filmben, hogy csinálták meg, amikor Jabba-t belökik a sárkányok közé, vagy amikor Kyle megkapja az ajándékát, akkor így oldották meg, és akkor később átszínezték. Akkor 3D-sen, amikor egy Dark Trooper elkap valakit, céloz, meg lő, tehát mindenféle. Aztán előrendelett képek, mint amikor az eligazítás szoba, egy csillaghajónak, a Mok tábornoknak az exekútoros hajóján lévő jelenetek. Akkor maga Jabba-nak a léghajója, a fegyverekről ilyen képek. Ma Bobáról is van kép, hogy néz ki. A kettes fázisú, meg a hármas fázisú Dark Trooperek. Illetve maguk a rohamosztagosok. Tehát itt mindent lehet itt látni. Nagyon elkalandoztam egy picit. Na nézzük a beállításokat. Kb. Nagyjából ugyanaz a beállítás, mint ami a Power Slave-ben is volt, meg az előző Night Dive-os játékoknál. A irányítási metódus. VASD-vel mozgunk, a Space-szel ugrunk, szóközzel ugrunk, akkor a nyilakkal ugye lehet oldalazni, tankosan forogni. Elsődleges lövés a bal klik, jobb klik a másodlagos lövés, illetve ott van mellettük a kontrolleres megállapodás. Bal kontrollra raktam, alapot C-vel lehet googolni, de én kontrollra alakítottam bal kontrollra. Elvel lehet ugye interakcióba lépni dolgokkal, tehát nagyon hozzá kell simulni, és úgy lehet interakcióba lépni dolgokkal, tehát távolabbról sajnos nem lehet. Q-val lehet a fegyverkereket megnyitni, alap, aztán a görgővel lehet váltani, és akkor itt is volt változtatás, de én beállítottam magamnak, vannak ezek a cleats, a goggles, a gas mask, meg a headlamp, ugye ezek a különböző tárgyak, amiket használhatunk a játék során, a gázmask az alapból, amire sajnos az alapján végigjátszásban később jöttem rá, hogy azt fel kell húzni, és végig nálam volt gázmaszk, amivel a mérgező füstben ugye lehet mozogni, de viszont véges a kapacitása, fejlámpa, amivel ugye látni lehet a sötétben, illetve az éjjel, a goggles, ugye az éjjellátó, amivel ugye éjjellátóként is működik, illetve a cleats, ami most hirtelen nincs meg. Akkor, ami nagyon érdekes, nagyon jó a játékokban, főleg az ilyen remasterdöknél, hogy alap, hogy legyen benne egy úgynevezett quick swap rendszer, valaki úgy így hívja, ez az úgynevezett renderelési váltás, a quick swap, gyors váltás, amikor egy gombbal konkrétan a régi animációt kapott vissza, de most már a modernesített motoron keresztül. És akkor itt a szoftveres, illetve a hardveres renderelést lehet változtatni, ugye a szoftveres az alap eredeti kinézet, és a hardveres pedig a mostani remastered kinézet. De majd látni fogjátok, ha nyomtok egy F2-t játék közben. Az F5-össel lehet ugye pillanatképeket csinálni, és megint ugyanaz a hiba, mint ami a izében volt, a Power Slave-ben, hogy nincs, nem építettek be gyors mentést,
amit az alapgogos eredeti verzióban is meg lehetett csinálni, illetve természetesen voltak ilyen remasterdök, ilyen nem hivatalos fan-made remasterök, ahol konkrétan fogták ezt a játékot és átportolták a Jedi Knight, meg a Jedi Outcast, meg a Jedi Academy-nek a motorjára, és akkor ebből csináltak egy remake remastered izét, mindig nem jól mondom, de igazából egy ilyen remasteredöt, és akkor ott lehetett még pluszban ugye gyors menteni, meg el hasonlók, de itt meg ugye checkpoint alapú rendszer van, mint ahogy a Power Slave-ben is volt, hogy checkpointonként van mentés, és onnan kezdheted újra, itt meg plusz meg vannak extra életek, hogyha meghalsz, akkor a checkpointtól kezdted újra, vagy pálya elejétől, attól függ, hogy hol találtál checkpointot. Illetve F6-osnál lehet ugye váltani a fejmagasságot, nyilvánvaló a sisaknak a hullámát, aztán headwave, nem tudom, majd megnézzük, F6. F7 pedig ugye a kijelzőt lehet ugye váltogatni, hogy ne legyen HUD, vagy legyen HUD, tehát legyen kijelző, ne legyen kijelző, illetve backspace-szel lehet a jelenlegi, illetve az előzőleg használt fegyvert ugye cserélgetni gyorsba. Egyes a közelharc, ugye az Öklenk, kettes a Briar pisztoly, hármas az E11-es sugárvető, négyes a hőgránátok, hődetonátor, ötös a ismétlő puska, az a kis golyóvető, hatos a Geron fúziós vágó, a 7-es a aknavető, 8-as a mortárpuska, az a 4 ágú. Nem, a fúziós vágó az a 4 ágú. 4 darab, 4 csövű, azt hiszem. De keverem. A Stoker Concussion Rifle az a sok karabé, amit a boszkok nagyon szeretnek használni, illetve az Assault Cannon, a 0, ugye az, amit a Dark Trooperek használnak. F1-essel tudjuk elővenni a PDA-t, ugye a küldetésleírás meg tudjuk nézni még egyszer, illetve a télkepet is meg tudjuk nézni. Aztán a bal shift-tel tudnánk mozogni, ugye a speed mode, ez ugye a sprintelés, ha lenyomva tartjuk, akkor gyorsabban tudunk mozogni, illetve van egy külön egy gomb, ahol így váltogathatjuk, de van egy külön külső menü, ahol ha alapból bekapcsolod, akkor ezzel már nem is kell foglalkozni. Illetve a slow mode, lassú mód, ami ugye a gyaloglás, ha mondjuk bal altra rakod, akkor ott gyorsabban tudsz ilyen gyalogszerűen haladni. Illetve ha mondjuk például a jobb sticket lenyomod, akkor ugye középre visszaállít a kamera. Akkor a tabulátorra lehet elővenni a térképet, és akkor vannak plusz funkciók, amivel beleközelíteni, kibújni belőle, illetve lapozgatni is lehet ugye D-pad-szerűen. Aztán egérbeállítások, az érzékenységet azt nagyjából felraktam így, simítást nem adtam hozzá, mert az nem jó, az invertikális nézetet az ki van kapcsolva, tehát a piros X az a ki van kapcsolva, a zöld pipa meg be van kapcsolva. Ezt így jegyezzétek meg. Controller options, az ugye a controlleres beállítások, itt a nézet, a simítás, tükröződés, felcseréli a stickeket. Ha ki van kapcsolva, akkor a bal stick a bal stick, a jobb stick a jobb stick. Ha ez be van kapcsolva, akkor meg van tükrözve nyilvánvalóan. Akkor holdpontok, mozgásérzékenység, illetve a forgásérzékenység. Vibráció, kinek hogy tetszik. Aztán motion sensor, hogyha van benne érzékelés, akkor ezeket is be lehet állítgatni. Na itt van, automatikusan fut a gyaloglás helyett, ez inkább ki legyen kikapcsolva, mert néha előfordul, hogy mégse kéne, hogy bekapcsolva legyen, de itt lehet kapcsolgatni. Tehát ha ez be van kapcsolva, már hozzá kell se nyúlnod se a shifthez, se egyéb más gombhoz, ami ki van osztva. Bal stick, jobb stick, nem kell semmi. Ez alapból ilyen hipergyorsan fogsz majd tudni futni. Tehát speed módban vagy megállás nélkül. Illetve a googolás, hogy milyen legyen, hogy hosszan tarts, hogy googolj, vagy egyszer csak lenyomod. Egyszerűen csak lenyomom, én hagyom a toggle beállítást. Accessibility options, ez azt jelenti, hogy ilyen egyéb beállításokat lehet csinálni, hogy mozgás közben így rázogasson a karakter, hogy érzékelje, hogy tényleg futsz. Amikor tüzelsz, akkor a muzzle flash megvilágítja a fegyveredet, a HUD is megvillan, amikor történik villogások. Feliratozás, tökéletes, ugyanolyan feliratozást kapunk, mint amit a Quake 2-ben is. A küldetés befejezése, amikor befejezel egy küldetést, amikor minden feladatot megcsináltál, akkor itt, ugye emlékeztek, hogyha megcsináltatok az alapjátékban, az originálban egy küldetést, akkor te magadnak kellett kilépni. Viszont itt már most egy picit enyhítettek a gyerekek, holott meg a gyorsmentést is be lehetett volna rakni ez erővel.
most már automatikusan, ha minden küldetést megcsináltál, ki fog léptetni téged a játék a pályából, és mehetsz át a következőbe. Ez a menü tranzakció speed, ez az, amikor így zsizseg a menü, és akkor nyomsz egy, ennyi, ez a 250. És akkor ezt lehet állítgatni, hogy hipergyorsan vagy lassabban menjen az animáció, de ezzel nem foglalkozom. Enhancements, további bővítések a remasterdön belül. Na, itt van, gyerekek. Itt van például az Enhanced Cutscenes, ugye ez, amit most is láttunk, ugye konkrétan remasterölt átvezetőket kapunk, ez ami tökéletes. Illetve az Enhanced Sprites, ahol természetesen a csak is a hardware-es renderelésnél működik, ahol konkrétan a sprite-okat fejlett állapotban láthatjuk. Ez is jó, de ez mondom csak is a hardware renderelésnél működik, tehát nyilvánvaló a remasterölt kinézettel működik csak, egyértelmű. Itt meg alapból be lehet állítani, hogy alapból szoftveresen lássuk az egészet, vagy alapból hardveresen kezdjük az egészet. És ugye itt is látható a leírásban, hogy a hardveres renderelés maga a remasterölt kinézet, a szoftver pedig az eredeti kinézet. Úgyhogy maradunk a hardvernél. Crosshair options, ugye a célzókának a beállítása. Itt szabadjára engedheted a fantáziádat, lehet látni, hogy ez a 6-os van, az 5-ös van alapból beállítva, ez a fordított X. És akkor lehet semmi, és egészen 19 választásodon van, ez a kör benne a pöttyel, akkor csak simán a pötty, akkor egy ilyen pici pötty, pici kör, ez a predátoros háromszög, akkor az 5-ös, ugye az alap az a X keresztformában a kereszt, X-es kereszt, akkor a 6-os a plusz formájú kereszt, 7-es kereszt benne pöttyel, a 8-as a full csak két bot egymás közt, egymásba keresztezve, tehát alapkereszt, akkor a 9-es az egy ilyen kacsacsörös zárójelben plusz egy pici kereszt, akkor a 10-esnél egy negyednyi kereszt, mint a repülőgépeknél, akkor a 11-es kicsit majdnem olyan, mint a háromszöges Predator, tehát majdnem egy háromszög, csak nincs neki felső csúcsa. A 2-es az egy ilyen földgömb, és hát majdnem olyan, mint a halálcsillagnak a terve az, amikor odaadják ott a lázadók bázisánál, tök úgy néz ki. Akkor a 3-as egy ilyen kör alakban egy majdnem T alakot formáló célkereszt, a 14-es ez így ilyen 4-es rombosz formájú négyzet, az 5-ös négyzet alakban kereszt, tisztán mint a House of the Dead 2-ben, a 6-os ez egy ilyen torpedó bemérős ilyen négyszöges izé, akkor a 7-es az egy ilyen kereszt, és rajta a pluszban még a kereszt így, kereszt úgy. A 8-as megint egy kör, csak középen nincsen összefonódva, és középen egy pötty. És akkor nyilván ennyi, én a 6-ost választom, és akkor a 75-ös az egy ilyen alapméret. Most hát az 1-es az alapméret, és akkor ezt én leviszem 75-re. És akkor van alapból beállított, beépített színek, tehát a fehér, piros, sárga, zöld, ciánkék, kék, az eredeti sötétkék, magenta, és ennyi, én maradok a ciánkéknél, illetve ha nem nagyon tetszenek az alapszínek, akkor már állítgathatsz magadnak saját színeket is. Itt van például az alapszínbeállítás, a szaturáció, hogy mennyire erős legyen a szín, luminance, az, hogy mennyire sötét és mennyire fényes legyen az a szín, illetve transzparencia, egyesnél totálisan lehet látni a célkeresztet, teljesen lehúzva pedig, mondd, hogy nem, nincsen. Ennyi erővel akkor offolhatod is a célkeresztet. Oké? Ennyi. Hangbeállításoknál ugyanaz, mint a Rise of the Triadnál is, hogy különböző outputos beállítások vannak sztereóba, 7.1-es meg 5.1-es szinkronban, illetve a hangot meg a zenét lehet variálgatni. A zenék ugye alapból az eredeti John Williams dallamokat hallgatjuk, és itt kétfajta zenei megoldás van, állám, mint a Rise of the Triadban, hogy az eredeti MIDI-s hangzást kapod, vagy az OPL3-as hangot, az ami majdnem kb. Olyan, mint hogyha a Wolfensteinnek a régi hangkártyás változatát hallgatnád, ami nem a Sound Blast változat, mert a General MIDI az inkább a Sound Blast változat. Igen.
Tehát az majdnem, mint a izében is volt, a Heretikben is. Low-pass filtering. Ez amikor be van kapcsolva, akkor kivágja a nagyon magas pitchelt frekvenciákat a hangból, ezt én kivettem. Majd lesz, ami lesz. Grafikus beállítások. Mutassa a HUD-ot. Illetve van itt még ilyen, hogy hatótáv növelés. Alapból 90 van beállítva. Én fölraktam 110-re, de lehet látni, hogy le lehet menni akár 150-ig is. De jobb ez a 110. Ugye, amikor haladsz, akkor remeg közben a kamera is. Itt beállítható még a fegyvernek a flash-elése, amikor tüzel, a hard flash-el, amikor történik valami, és itt még beállítható még a renderelés alapból, hogy melyik renderelés induljon el. Élsimítás, ha szeretnétek használni, de ez csak is akkor működik, hogyha a remasterölt képet használjátok. Bloom, a csillogások, amitől Hanyingert kapok, nem, ez nekem nem kell, illetve valós 3D perspektíva, ez azt csinálja, hogy ugye tudjátok, hogy valós 3D-s területben fogsz mozogni, vagy ha kiveszitek, akkor az a tipikus doomos képi világ, amikor csak úgy tesz, mint hogyha lenne tető meg padló, de igazából ott nem lesz. Ennyi. Videó opciók, na itt van, hogy a képernyőbeállítás, képernyő kiválasztása, a felbontás beállítása, itt ugye nálam csak a 1080 van, de azt hiszem ugye támogatja a 4K-t is, hertz frissítés, tehát ugye 60 hertz-es gép frissítés, állá fel tudjátok tornázni akár 144-re is, illetve természetesen a felbontásnak a megjelenítése, hogy keretes, ablakos, vagy keretes teljes képernyős, vagy full teljes képernyős, illetve a vertikális szinkron, ami nálam néha működik, néha nem, mivel nálam alapból az Nvidia driverben ki van kapcsolva a vertikális szinkron, és ezért van az, hogy néha akkor is szétszakad a kép, hogyha még ez be van kapcsolva. De ez engem rohadtul nem érdekel. Nyelvbeállításoknál sajnos nagyon szegényes a dolog, sajnos itt nincs magyar, pedig nagyon várnék itt ebből egy magyar fordítást. De biztos vagyok benne, hogy nem működik a magyar fordítás ezen a résznél, az originál verzió magyar fordítása ehhez, mert a nagyjából a történetet le tudja fordítani, csak hát mennyire zavar be ahhoz képest, hogy a remasterben máshogy vannak elhelyezve a dolgok, mint az originál verzióban. De van itt angol, francia, német, spanyol, olasz. Ennyi. Ezek közül tudsz válogatni. Nyilván ez az alapkezdő változat, tehát még csak most, tegnap vagy tegnap előtt jelent meg a játék. Most van csütörtök, szerdán jelent meg a játék, gyerekek. A Brothers Tale of Two Sons Unreal 5-ös remake-ével, ami ugye az eredeti Unreal 3-as volt, és az is a Star Wars-szal együtt jött ki az Unreal 5-ös remake-je. És még nemrég előtte jött a Tomb Raider-nek a trilógiának az első három PS1-es per PC-s játéknak a remastered-ös változata. Úgyhogy jóformán, na majd valaki jobban gazdagodott, valaki meg inkább visszasírja az előzőt. De én azt mondom, hogy kaptunk valami jó dolgokat, és azért természetesen jó. Mi van még itt? Manage Agents. Ugye itt van az, ahol a mentéseinket, meg a profiljainkat tudjuk testre szabni, kiválasztani, meg elnevezni. Ugye egy picit már bele is néztem a játékba, ki is választhatjuk, és akkor csinálhatunk, hogy kitörlöm az ügynökömet, és akkor csinálok egy új ügynököt, kiválasztjuk, és alapból már Kaya Katarnak van elnevezés, hogy a Secret Base az a legelső pálya. És akkor Manage Agents, Rename Agent, és akkor át tudjuk nevezni, simán csak letöröljük, és átírjuk a sajátunkat. Ennyi. És akkor egy exittel ugye már aktiváltuk is. És akkor Select Mission, és akkor itt már majd az unlockolható, illetve már végigjátszott küldetéseket kapjuk egy lista szerűen, és akkor itt az első, ugye a titkos bázis, ahol majd a halálcsillagotnak a tervrajzat fogjuk begyűjteni. Confirmation, yes. Oké, már alapból itt meg is kaptuk, már nem volt is átvezető. Itt választhatjuk ugye a nehézségi szintet, könnyű, közepes, nehéz. Egyébként az ellenfelek, sebzése szól be igazából, illetve azt hiszem, hogy kevesebb életpontok lesz nehezebb fokozaton, illetve azt hiszem kevesebb életpróbálkozást is fogunk kapni. Ez az első prológus küldetés, a halálcsillag tervrajzának begyűjtése, ugye ez a Skyhook Operation második fázisa,
Igen, Momot ma küldte az üzeneteket. Igazából, ha visszanézitek az előző végigjátszásomat, akkor ott konkrétan ugyanazt a mondatot képzeljétek el itt. Csak kicsit remasteredösebb köntösben. Igen, a rebellió, a lázadók számítanak, hogy megcsináljuk a küldetést, és remélem örülni fognak, hogy majd álltálunk majd hozzájuk. Igen, háttér sztori, az ott a tervrajz, igen, a Danuta bolygón van elrejtve egy titkos birodalmi bázison, amit ugye Vader nagyúrnak, Vödörnek fognak majd oda szállítani. Igen, 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 igen. Once you have the plans, get out the minute. Rögtön megvannak a tervek, húzzan el a francba. Igen, és akkor ez a hadművelet, aminek az a lényege, begyűjtjük a tervezőket, és ezt elvédjük Lejának, aki ugye a Tantim 4-en van, ugye várakozik a csapásra, hogy amikor a faterja, a tudtán kívül a faterja megrohamozza a cirkálót, és ugye így kezdődik a negyedik film. Igen, 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 begyűjteni a halálcsillag tervezőket, és visszamenni a tetőre, ahol Jem majd kidob minket, mert ő vezeti a hajót. Igen, és már itt bent is vagyunk a sűrűjében, és nyomunk egy F2-t, BAM! Így néz ki a szoftveres renderelés, ugye ez az eredeti kinézet. És nyomunk még egyet, BAM! GPU render enabled, ugye ez a hardveres renderelés, ugye ez a remastered-ös kinézet. Igen. Aha. Ha megnézem, F6. Igen, igen, az a headbobbolás a lényege, hogy mozogsz, és akkor így rázogatja a pisztolyt a kezében. Még egyszer megnyomom, akkor nem rázogatja. Ez a lényege. És akkor már fel is vettem izét. Az E11-est. Láthatjátok, hogy milyen szépen ki van dolgozva. Föl van skálázva minden. Ó, plusz pajzsot is gyűjtöttünk össze. És akkor mutatom egyébként ez az alapfutás. És ez a sprint. Forma 1-es. Oké. Igen, kékes jellel jelzi, amikor összegyűjtünk valamit. És ugye zöld, majd később piros kerettel fogja majd jelezni, hogy mennyire sérültünk meg, hogyan sérültünk meg. És igen, van egy pici automata rá mozgolódás a lövedékekkel, de konkrétan oda rájuk lehet lőni. Most az a zene megy, amikor megrohamozzák Luke-ék a halálcsillagot. Ja nem, ez az, amikor megmentik Leját, menekül neki a börtönblokkból. Ó, a lámpa is működik. Ja nem, ez pont amikor mennek a folyosón. Tudom már most már, ez már megzeni, baszki. Na és akkor... Majdnem sikerült. Azt hiszem ez extra élet akar lenni, de nem tudom felvenni. Illetve csak hármat vihetek magammal, azért még egy furcsa, mert... Többet is tudok magammal vinni, ha jól tudom. Vagy csak három a max? Már nem is emlékszem rá. Na várjál. Oké. Okay.
Egyébként azt hiszem a itt, igen, lenyomtam az F1-et, elhalkul a zene. Titkok feltárása 14%, itt vannak a feladatok, ugye az objektív menüben, a mapnál ugye a térképet lehet megnyitni, a weaponsnél, itt lehet majd szintet választani, hogyha esetleg maga, egy szinte följebb vagyunk. Itt vannak a fegyverek, amik nálunk vannak, itt jelzi, hogy milyen típusú lőszer tartalmaz, tehát hogy mind a kettő energiát fogyaszt. Az inventory még üres, a mission itt van, újra olvasható a küldetés, és az itt az inventory-ban lehetne megtalálni azokat a tárgyakat, amiket ugye használnunk kell. Ugye most ide egy vörös kulcs kell, de nincs meg a vörös kulcs, ugye föl kell mennünk valahová. Igen. Itt kell fölmenni. És itt van nála a kulcs. Ő az. Meg is van. Red key. Nagyon figyelni kell, hogy mi történik. Mert el nagyon könnyedén el lehet siklani felette. És akkor ebből is szokott lenni a nagyon sok eltévedés. De itt van. Inventory. Ott a vörös kulcs. És akkor ehhez kell. Van egy achievement, hogyha szétszeded ezt a seprű droidot, akkor kapsz egy achievementet. Igen, és akkor... ezt le. Itt még ugye titkos helyeket még föl lehet fedezni, ugye ide föl lehet menni azokra, ahol nem tudtunk lenni. És összeszedni a pajzsot, meg a egyéb dolgokat. Itt a másik oldalt lehetne átugrani. Még mindig nem lehet átugorni ezeken a kis szakadékon. És itt tovább. Itt a hologram a halálcsillagról. Ezt benyomjuk. És ott van a tervrajz. Na és most már kaptunk feliratozást ugye a játék közbeni szövegezésnél is. Az ami még jobb. És lehetett látni, ugyanazt a textboxot használták, amit a izében is, a Quake 2-ben is lehetett látni. És ennyi volt. És most már csak meg kell várni. Igen. És ez is szépen meg van csinálva. Ugye így repül. És már 60 FPS-ben repül. Most már itt már fullosan is lehet látni. És kész. Ennyi volt. Soon afterwards the Death Star is destroyed. But even as the Alliance celebrates this victory, another sinister plot is set in motion that will become an even greater concern for the Rebellion. Na és akkor így néz ki az átvezető remastered formában, szépen meg van csinálva. Itt tisztára Monkey Island-es. És nem ilyen pixelesen, állóképes pixel képekben lehet látni, mint egy full motion videóban, hanem ilyen szép, ilyen festett verzióban. I hope the demonstration lives up to your claims. Proceed. With pleasure. És igen, egyértelmű, hogy az alap hanganyagokat megtartották, csak a képi világ lett másmilyen. De az is szépen néz ki egyébként. Itt konkrétan az FMV-s, 3D-s pixeles helyett itt full komplett 3D-s animációkat kaptunk a la blenderes megoldással.
Tehát majdnem ugyanúgy, mint amit a Quake 2-ben kaptunk. Tehát ugyanaz a színvonal, ami tökéletes egyébként. Igen, most letopták a Dark Troopereket. És akkor innentől fogja kezdeni. Innen veszi fel a fonalat a második pálya. Very impressive, General. The Emperor will be most pleased. Continue with your project. Certainly, Lord Vader. Ja, itt ugye beszélgetünk Mon Mothmával. Ez is felskálázva. Responding at such short notice. The Empire has been keeping us on the run since the destruction of the Death Star. 5 days ago, the Empire attacked one of our secret bases in the city of Talay. Igen, Talayban megtámadták a titkos várost, titkos bázist. Megszakadt a vonal. Tak base was destroyed within minutes. Many innocent people in the surrounding city, as well as the rebel staff, were killed. Intelligence thinks that this may be an act of retaliation for the destruction of the Death Star. Interesting. This looks like it could be a normal Imperial attack. Meg tudjátok, ebből az állóképből, meg így a beszédből, ahogy ezt a képet látom, tudjátok, melyik DOS-os játék jut eszembe? A Dűne! Az a point-and-click-es Dűne játék, ahol szintúgy ugyanígy lehetett így beszélgetni az emberekkel, és ugyanilyen képük volt. És ez a Krix Medin, tudjátok, hogy néz ki? Mint az a... De lehet, hogy ő volt az, aki ugye a hatodik részben a... Igen, ő volt az, aki mondta, hogy próbálja begyűjteni az embereket a második halálcsillag bevetésére. Szerintem ő ugyanaz a személy egyébként. Nem egy botán halt meg ezekért a tervekért. To shut it down. That is, if you are still on our side. This could be interesting. All right, I'm in. But I think I'll need some help on this one. I want Jan Ors as my mission officer. Certainly. Then I will let Jan brief you further on your mission objectives. Thank you, Commander. And may the Force be with you. Külön Jent kértük meg, hogy ő legyen a úgymond a küldetésadónk, és igen, itt is megállás nélkül tudunk váltogatni a minden bevetés előtt a nehézségszint választót, és akkor itt a tech bázisról kapunk mindenfélét. Igen, igen, vissza kell állítani a hidroelektronikus erőgenerátort, áramgenerátort, aztán próbáljunk nyomokat keresni a Dark Trooperekről, illetve visszatérni a kezdőpontunkra. Ennyi. És már itt is vagyunk. Szépen felszáll, lelép. Súgy, és már le is lépett. Na, és akkor ennyi, innentől kezdve indul a második pálya. Innentől folytatjuk meg a kalandunkat. Jó, de azt hiszem ennyi voltam mára. Ennyi volt. És akkor majd innentől fogjuk majd, hogy mondjam, nem is folytatni, mire beszélek, ez csak egy demonstráció volt. Szóval, igen, ennyi voltam mára, köszönöm szépen a figyelmet, ez egy kis nagyon picike ízelítő volt a játékkal kapcsolatban. Ha megállítjuk, akkor itt is ebben a menüben is meg lehet folytathatjuk a játékot, itt megnyithatjuk a PDA-t, ugyanúgy így visszakerülünk, itt tudjuk megszakítani a küldetést, itt van a respawn, ugye ez ugyanaz, mint amikor meghalsz, elvesztesz egy életet és visszakerülsz a checkpointra, ez akkor érdemes. Opciók, ugye az egyéb opciókat itt be lehet állítani, mint a játék elejétől fogva lehetett. Achievementek, amiket alapból itt is meg lehet nézni, hogy miket gyűjtöttünk be. Ez a This is too easy. A lázadó szimbólumot figyeljétek, hogy amikor szürke, amíg nincs feloldva, illetve ha már piros, akkor már fel van oldva. A This is too easy, ugye megcsináltuk az első pályát, ugye, amikor elloptuk a halálcsillag tervrajzait. The Moldy Crow, HWK 29, hogy ez a Moldy Crow,
ugye ez az első hajó, amíg el nem pusztul is, hogy a Ravensclaw lesz a második hajója Kyle-nak, ez az első hajóra utal, ugye visszatértünk a kezdőpontunkra, hogy elhajtuk az első, tehát ezzel csináltuk meg az első küldetést, lezártuk az első pályát, ugye visszajöttünk a hajónkhoz. Rodent Exterminator, egy egérdroidot pusztítottunk el, Talai Tech Base Handyman, igen, visszaállítani a generátort, Loose and Incomplete, ez ugye a nyomozgatunk a Dark Trooperek után, illetve Smells Like Progress, menjünk a csatornába. Igen, 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 itt egyéb dolgok is vannak, ugye mindenféléket lehet gyűjtögetni, és végül ugye az a záró, hogy van a The Final Hammer Blow, ugye az Arkhammer fedélzetét szét tapossuk. Ja, ennyi. Illetve majd egyéb cheat kódokat is be lehet írni, hogyha valaki nagyon szeretne csalóként élni, akkor itt megteheti. Na, és akkor itt a kilépés a játékból, ezzel ugye teljesen kilép a játékból. Na hát gyerekek, ez volt a Star Wars Dark Forces remastered változata. Hát meg kell hagyni, ugyanarra a sémára épült, mint a Quake 2, a Rise of the Triad és a Pirate Slave, ugye ezt a háromnak a menürendszerét úgymond össze lett kovácsolva. A játék maga ugyanúgy működik, mint hogyha az alap GOG-s verziót tolnád. Én azt hiszem, amivel toltam, ott még azt hiszem gyorsmenten is lehetett, vagy csak én képzeltem be magamnak a dolgokat, meg azt hiszem, az ottani könnyű fokozatnál alig fogyott a pajzsom egyáltalán, tehát konkrétan soha nem fogyott el, itt azért fogyott, tehát itt azért picit emeltek a nehézségen, és szerintem majd a későbbi pályáknál is egyre másmilyen dolgok lesznek. Lehetett látni, hogy teljesen a pixelekről teljesen átmentek a felskálázott, feltuningolt látványra, most már teljesen 3D-s átvezetőket kaptunk, illetve azok a helyek, ahol beszélgetnek egymással a szereplők, ott meg konkrétan ilyen a dűne, meg a Monkey Island-es vibe-okat hozta nekem vissza, ami nekem nagyon tökéletes. Mondom ezt úgy, hogy egyik játékot se játszottam, csak néhány mozzanatát láttam benne. Tehát a LucasArts vibe az ott van benne úgy, ahogy van. Na gyerekek, igen, mást nem tudnék mondani. A zenék az ugyanazok, mint az előző részben, csak annyi a különbséggel, hogy most már lehet váltogatni két zene közt, ugye a Roland SC-35-ös Sound Blast-es MIDI hangzásnál, vagy maradtok az OPE-3-nál, ami egy kicsit ugye az előző minőségű. Majdnem olyan szintű, mint amikor régi hangkártyát használtatok a Heretichez, vagy a Wolfensteinhez, vagy a Doomhoz, tehát ugyanaz a kaliber. Meg alapból tudjátok, hogy a legelső Dark Forces az igazából egy Doom klón volt, mert mivel a Doom motorjára épült, csak azt tovább variáltak, és ebből lett azt hiszem a Jedi Engine, és ebből készült el úgy a Dark Forces. És később kagyválták tovább, amikor arra készült a Dark Forces 2, meg mellé a kiegészítő Mysteries of the Sith, és akkor meg átmentek még durvább engine váltásra, és ugye abból született meg ugye a Quake 3-nak a motorjára mentek át, és abból lett ugye a Jedi Outcast, meg a Jedi Academy. Na gyerekek, ennyi voltam mára, köszönöm szépen a figyelmet, és akkor majd meglátjuk, hogy kinek mennyire hoztam meg a kedvét arra, hogy újra nosztalgiázzon ezzel a játékkal, én csak megmutattam. Újdonságot itt nem fogunk kapni, tehát itt nem olyan lesz, mint a Quake 2-ben, hogy ja, most kaptunk még egy új kiegészítőt, most ezzel azt végig toljuk, nem. Ez csak egy ilyen demonstráció volt, egy ilyen bemutató volt, hogy hogy néz ki. Akinek tetszik, tetszik, akinek nem, az marad vagy az eredetivel, vagy más vizekre vez. A döntés a ti kezetekben van. Ennyi voltam mára, köszönöm szépen a figyelmet, és akkor nem sokára találkozunk a többi videókkal, meg végigjátszásokkal, addig is legyetek jók. További rage-mentes szép napot kívánok mindenkinek. Az erő legyen veletek, szavaztok!